Az egész úgy kezdődött, hogy mondjuk körülbelül itt állt egy szilvafa. Így nagyjából itt. Én meg itt csináltam körülbelül egy tüzet, egy olyan 2,5-3 méterre arrébb. Itt elégettem ilyen régi nyúlólaktól kezdve minden ilyesmit. Másnap reggelre meg kiszáradt a fa. Mondom, akkor veszek ilyen szilvafát, ültetek egymáskat, akkor már nem a kert közepére, hanem majd oda. És akkor történt annak a szilvafának az elültetése, amit hátul van, hogy azt hittem, hogy ringlósz, az volt rajta a címkéjén, nem mondom meg, hogy melyik cég gyártotta, teljesen lényegtelen, nem az lett. Kertészhetek, meg tudják csinálni, hogy miért tudnám. Hát mondom, akkor én nem fogok így szenvedni, hogy mindig veszek egy fát, és akkor nem az termi a végén, mint ami rajta van. Jó, mondjuk ez egy kicsit cinkes a kertészeteknek, de ez ennél a két fánál tényleg így jött ki. Sőt, van ott egy harmadik körtefám, az volt a harmadik ilyen, ami nem azt teremte, aminek én vettem. A hivatalos szakmám az központi fűtés és csőhálózatszerelő, csak most éppen élesztőt gyártok az élesztőgyárba, tehát én fermentációkezelőként dolgozok. Hát végül is az valamennyire azért van közel a növényekhez, mert az egy gombafajta. Választunk egy olyan ágat, ami mondjuk van jó érett szem, egy részt meghagyunk, és akkor ezt utána már újságpapírot csomagolva a hűtőbe tárolhatjuk akár 2 hétig is, és még 2 hét múlva is fel tudjuk használni. Először megtisztítjuk a helyét, hogy odaférjünk, innen fogok erre egy ágat építeni. Tehát amerre a szem áll, arra lesz az ág. Akkor először vágok egy ilyet egy mozdulattal végig, anélkül, hogy így mozgatgatnám, utána megvágom így a tér részét, így finoman meg kell nyitni, hogy a szem könnyedén belecsúszson. Így fogom az ágat feje lefelé, és akkor így fogom kivágni a szemet. És akkor itt a szempajzs. Sokkal rövidebbet vágok direkt a tébe, hogy a végén már a szem nyitja magának az utat. Először följövök szép finoman, és akkor majd most be fogom illeszgetni oda a szemet a helyére, hogy pontosan bent legyen. Utána megyek vissza, és majd akkor kezdem el betekergetni. Alulról szépen finoman, úgy, hogy azért húzom, hogy azért a szem az oda tapadjon a fához, elkezdem körbe kötözni, úgy, hogy már teljesen lezárjam a helyét, kivétel azt a pontot, ahol a szem elhelyezkedik. Akkor a maradék spárgát így levágom, ilyenkor füzet, beírom, hogy milyen színnel, milyen fára mit. Ebbe végül is itt föl van tüntetve a kertbe, hova, hányas számú az a fa, amit elültettem, vagy esetleg már magot, amit én elültettem. Utána itt le van írva, hogy minek vásároltam, milyen alanyom van, mikor ültettem, melyik évbe, és milyen fajta. Mit szólsz apukádnak a hobbiához? Hát nagyon örülök, hogy ezt csinálja, mert nagyon sok gyümölcs van, egy szemet nem kell venni, és hát én is, meg az öcsém is ugye imádjuk a gyümölcseket, úgyhogy nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy ezt csinálja. A lányom az végig látta, mert ő 14-es, ő végig látta a szemébe, hogy ez hogy kezdődött, meg hogy működik. De a fiam, aki igazából beleszületett, mert ő már amikor született, akkor már itt kombinált gyümölcsfák voltak, mert ezt úgy lehet nevezni. Lehet, hogy ő majd valaki ez elmegy, és akkor azért, hogy apu, olyan érdekes fát láttam, csak egy fajta volt rajta. 2000-es Guinness rekordot, azt 5 az gyümölcs volt. Az 5 gyümölcs volt, igen. A nektarin volt, az őszi barack volt, a megy vagy cseresznye, tehát sherrynek volt írva, a szilva és a sárga barasz, tehát a kajszé. Ez az 5-ből áll. És ha neked sikerülne, akkor ez 7 féle lenne. Ha nekem sikerülne, akkor ezen 3 különböző fajta szilva faj, 6 fajta kajszi rajta van, akkor a mandula az már tökéletesen terem rajta. És hova szeretnéd továbbfejleszteni ezt a kerten? Ezt? Már nem nagyon akarom. Tehát csak inkább az, hogy minden ágon más legyen, még jobban. Csak gyümölcsök érdekelnek így keresztezés, meg egymásra ültetés szempontjából virágokkal, vagy bármi mással nem akarnál foglalkozni? Nem, mert az nem mehető. Tehát az a lényeg, hogy azért alsamon azt érezzem. Tehát, hogy mondjam, ami ehető, azt szeretem, ami finom, mint a gyümölcs, azt szeretem, de a rózsát azt nem tudom megenni, és ezért nem érdekel.